Az Egyesület vezetője segítséget kért amiatt, hogy egy könyvelés technikai hiba miatt nem pályázhatnak idén civil támogatásra. Kozma Andrásné, a klub egyik tagja, egy első világháborús emlékkönyvet ajándékozott a polgármesternek. Az eseménynek helyet adó belvárosi nyugdíjas klubot, amelynek épületét több civil szervezet is használja. Tavaly 2,5 millió forintból újította fel az önkormányzat. Nemrégiben a klubház előtti rész új burkolatot kapott, ahová majd kikerül egy kerékpártároló is. Emellett a napokban új eszközök is beszerzésre kerülnek, mosogató tálca szekrénnyel és 40 darab szék.